Az időjárás is kegyes volt az ünnepséghez, hiszen csak az utolsó pillanatokban eredt el az eső. Az ünnepi műsor ágyúlövéssel kezdődött, majd a Bárdos Gimnázium kórusának fiatal emberei korabeli katonanótákat adtak elő. Ne karéjozz, magyar huszár, mert leesel róla. Nincsen itt a te édesanyád, sej, aki megsíratna. Ne sírasson engem senki, jól vagyok tanítva. Sem léptébe, de sem vágtába, sejle nem esek róla. A megemlékezés szónoka Bencsik János országgyűlési képviselő volt. Van-e még valami olyan üzenet, amelyre nekünk a késői utókor leszármazottainak érdemes odafigyelnünk? Ha nem titkolom, tovább van, és mindjárt Kossuth Lajosnak az üzenetét ismertetném először is, mely szerint a haza örök, és nem csak az iránt tartozunk kötelességgel, ami van, hanem ami lehet és lesz azért is. Tehát a mai nemzedéknek is vannak kötelezettségei, mert hogyha azt szeretnénk, hogy a haza örök legyen, akkor a lehetőségeket nekünk jól meg kell fogalmazni és értelmezhető célokká alakítani, és utána el kell végeznünk a dolgunkat külön-külön és együttesen is, és a lehetőségből csak akkor lesz, majd lesz. Kossuth szavai arról is tanúskodnak, hogy hittel, közös akarattal, bátorsággal Magyarország képes lehet a saját lábára állni. Mert hogy a 48-as ifjak is tudták, itt a Tatai medencében is, hogy joguk van a szabadsághoz, joguk van az önbecsüléshez, de azt is tudták, hogy ezzel együtt felelősséggel és munkával is tartoznak a közösségük iránt. Így szól Kossuth Lajos üzenete, örökérvényű üzenete minden magyar nemzedék számára, minden magyar fiatal számára, hogy a haza örök, és nem csak azért tartozunk kötelezettséggel, ami van, hanem azért is, amely lehet és amely lesz, de csak általunk. Reménytelen időben, márciusi esőben, zenevonat támad Pesten, Magyarország szívében. Reggel 8:30 tájban egy csoport fiatalember lépett ki a Pilvax kávéházból, és indult sietősen, rendezetlen menetben a közeli egyetem felé. Arcukba havas esőt vert a szél. Hányan voltak? Nem tudjuk pontosan. Annyi biztos, hogy kevesen. A múzeum terére, fütyülve az esőre, tódul a nép, árad a nép, Petőfi a vezére. Az egyetemek fiataljai mind csatlakoztak a menethez. Landerer és Heckenasz nyomdájához már közel 2000-en érkeztek, hogy cenzúra nélkül nyomtassák ki a magyar nép követeléseit, a 12 pontot, valamint Petőfi lelkesítő költeményét, a nemzeti dalt. A beszédet követő verses összeállításban a Móra Ferenc iskola tanulói működtek közre, majd koszorúzások következtek. Itt a város vezetői, a helyi pártok, intézmények és civil szervezetek képviselői, valamint magánszemélyek helyezték el a megemlékezés virágait.